Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Jó reggelt, szervusztok! Hello, Gábor! Megvan a hangom, köszönöm szépen. Egyébként nem voltam kifejezetten beteg, hanem a hangszálaim döntöttek úgy, három előadás után, amikor nem kaptam mikrofont, valami oknál fogva, és kikiabáltam magam. Ha valaki hogy... nem akart azokat az előadást. Meghelyítették az előadást, igen. Igen, úgyhogy dolgoztam meg, aktív voltam. A Magyar Hentesek szakszervezete elvágta a kábelt, a kihangosítás kábelét, és azt mondta, hogy ebben a városban te nem állsz színpadra. És ezért, jaj, egyelek meg, kiabálnod kellett? Egyelek meg. Hát ezt mondta, igen, hát én arra megfogja a pofazacskóját. Az előadóban mondták, Gábor, nincs mikrofon, és akkor nekiálltál kiabálni egy kicsit? Nézd, van olyan hely könyvtárakban, ahol 50-60-an eljönnek, és nincs mikrofon. Elvileg nem nehéz bekiabálni egy ilyen kis helyet, de azért a 2-3 órás előadás, vagy beszélgetés azért meg hozza maga a gyümölcsét, úgyhogy mondtak nekem mindenféle módszert, az előadások arról szóltak, hogy érezték a hallgatók, hogy nem olyan az orgánom, mint kellene, és jöttek a végén őszinte sajnálkozó pillantásokkal, cukros tojás sárgája, a legkülönbözőbb tanácsok, kezembe adta különböző raktapaszokat, mit kell hova ragasztani, úgyhogy volt itt minden, kaptam tanácsokat. De magától gyógyult, azt mondom. Az a legjobb egyébként. Az a legjobb. Hogy tetszik az új beceneved? A Biogabi? Biogabi. Hát most így hívlak. A Mr. Puliszka és a nem tudom mi volt, Fülesbárom. Sok minden voltál, most nekem egy-két hete Biogabi vagy. Én a kicsit lányosnak érzem. De kedves azért. Nem, nekem van Gábor ismerősöm, akit szintén Gabinak hívunk, nem Gáborozzuk Gabi. Úgyhogy Biogabi. Már valahogy én ezt most szeretem Biogabi. Egy picit jobb talán, mint ami volt. Jobb, mint a Mr. Puliszka. Úgy érzem, hogy nem szereted a Mr. Puliszka. Mr. Puliszka. Kicsit behatárolt. Kukoricáról amúgy is kevesebbet beszéltünk, de inkább akkor zab lett volna, Mr. Zab, de mindegy. Én a hátad mögött csak a mi zabi gyerekünknek hívom. És egy-egy előadásra már úgy csempésznek be téged, mint az én amerikai filmekben lehet látni, amikor a bíróság ugye kimondja az ítéletet, az esküdtség visszavonul, és állnak nagy transzparensekkel, és tüntetnek, hogy mentsék fel, ártatlan, és az ügyvédeket és az esküdteket becsempészik. Így van már, hogy te is bemész valami titkos alagúton, ott pedig áll a hentesek szakszervezete, a húsipari vállalatok szakszervezete, és hatalmas táblákkal. Veszek Gabi kiabálással? A valóság az, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Úgy képzeljétek el, hogy a Rióra készülő olimpikonok közül is nem egy, nem kettő jelentkezett, és kapcsolatban vagyunk. Úgyhogy ha Rióban jövőre jó eredmények lesznek, akkor szabad majd erről beszélgetnünk, hogy mennyi lesz. Hogyne. Ugye ünnepeljük majd az olimpikonokat és a zabkását. Mondjuk érzek egy pici óvatosságot, ha meg nem lesznek eredmények, akkor nem beszélünk róla. Hát akkor nem az étkezés. Akkor erős volt a mezőny. Erős volt a mezőny. Akkor nem beszélünk az zabkásáról, Hajdináról, Kölessről, ha jönnek az érmek. Ha jönnek az érmek, akkor... De nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy verseny élsportolók is állnak át. Nyilván van, ahol egy élsportoló mellett dolgozik, ugye táplálkozási szakember, de ez nem mindig így van, és ezért segítséget adunk, és segítünk abban más szakemberekkel együtt, hogy hogyan tudnának jobb teljesítményt adni. De jó, húsmentesek lesznek? Bocsánat. Ja, igen, húsmentesek lesznek. Húsmentesek lesznek a sportolók? Nem, de okosabban fognak működni. Tehát a vércukorszint beállítás, ugye ez a kérdés nem alapvetően a húsról szól, hanem a teljesítmény hátterében. Nálad egy kicsit, igen. De a teljesítmény hátterében a vércukorszint, ugye az erőllét, a sejtműködés, abban egy csomó minden más is benne van. Úgyhogy sportolók, laikusok, tehát nincs arról szó, amit Balázs mondtál, hogy el kell rejtőzni, ellenkezőleg emelkedik. És nagyon helyes. Hát tudod, hogy abszolút támogatlak. Ebben ti is igen segítettetek, igen. És ez fantasztikus, azt gondolom, csak hát most egy-két rossz hírt is mondok, mert ugye ugyan én nem voltam
De helyettem a WHO. Na, de hát ezt akartam mondani. Nem tudunk elmenni, nem tudunk elmenni, más témával készültünk a hétre, mikor múlt héten ugye javasoltam Julinak, hogy mit írjon neked, hogy mivel kellene még foglalkozni, ugye te is mindig küldesz témát, mindig egyeztetünk, de hát megbízott ember egy a WHO-nál, hát hogy is mondjam, odavágtak, és hát népcsoportok keltek fel a WHO ellen, indulnak el kasszával, kolbásszal a kezébe, teszem hozzá egyébként jogosan, mert miért kell állandóan ezt a kolbászt, meg ezt a szalonát bántani, de hát a VH odavágott. Hát oda, és ezzel kihúzták a gyufát erősen. Nem a Greenpeace, nem a humusz, nem a különböző zöld szervezetek, tehát nem kevesebbről van szó, mint a World Health Organization. Hoppá! Fantasztikus. Értitek? Igen. Hoppá. Tehát egészségügyi világszervezet, tehát nem én beszélek, ő beszél. Aha. A pácolt és feldolgozott húsok ugyanabba a kategóriába kerültek, mint az azbeszt, az arzén, az alkohol és a dohány. Jó, ez idáig nagyon szép. Gábor, most, hogyha valaki a hírt már elolvasta, akkor azért felsikoltott. Ugyanis nem, tehát hogy értelek, hogy ugyanabba, viszont akkor elmondom neked, hogy ebben a kategóriában benne van a napfény is. A napfény is benne van, de hidd el, hogy benne van. Az is lákot okoz? Így van, ugyanis a napsugárzás, hogyha te kifekszel húzamosabb ideig, mondjuk egész nyáron keresztül a Szaharában fekszel egy ilyen csővel a szádban, ami vizet azért kapsz, akkor nagy valószínűséggel neked majd bőrrákod lesz. Jó, csak most bocsánat, hogy megszakítom ezt a vitát, csak hogy eltértünk a tárgytól. Talán nem mindenki tudja, feltételezzük, hogy miről is van szó alapjában, azt egy mondat erejéig azért mondjuk el, mert ugye hát tényleg most ettől hangos minden médium, és mindenki erről beszél, csak hát talán néhányan nem is biztos, hogy tudják, hogy mit mondott a WHO, hogy tegyük őket képbe, és aztán egymásnak esettek, meg mindenki mindenkinek neki esett, és verekedtünk egy nagyot, csak hogy mit mondott a WHO tettük. Egy mondatban. A verekedés tettük. Okay, a WHO azt mondta ki, hogy a füstölt, pácolt húskészítmények, ezek közül is a sonka, a kolbász, vagy a szalonna, komoly, közvetlen, elsődleges befolyásoló hatásúak a vastag bélrák kialakulásában 18%-kal növelheti a kockázatot. Tehát nyilván nem minden húsról beszél, sőt, még a vörös húsokon belül is a füstölt, pácolt húskészményekről beszél. Sőt, úgy ahogy mondtam, az azbeszt, alkoholizálás és a dohányzással egy szintre hozza a füstölt, pácolt, vörös húsokat. Gábor, ne mondjuk ezt, az a baj, mert ez ezek. Vakítás. Az a baj, hogy ez... Akarsz róla beszélni? Igen, mert ez vakítás. A WHO-val beszélsz, most nem velem. De veled beszélek, meg azokkal, akik ezt a jelentést így tolmácsolják, mint te, hogy mostantól kezdve a füstölt hús az ugyanazt jelenti, mint a dohányzik az ember. Még egyszer mondom, ugyanebben a kategóriában ugyanúgy nem javasolja a WHO, hogy napozz, mert jó. Az bőrrákot fog okozni. Igen, de várjuk meg a dolgot. Azért ez más, mielőtt dohányzol, megrohannak bennünket kolbásszal a kezükben, és agyonverik itt a pénzverdét, és brutális pármai sonkákat vágnak hozzá a felülték. Agyon Vadoni Jánost, a Klasszefő műsorvezet. Igen, a hentesek szakszervezete megrohamozza a székházat és felgyűjtetet. Válasszunk külön a dolgot. Ugye elsősorban a WHO sem azt mondja, és azt mondta, hogy a hússal van a baj, és mindenki legyen vega, és táplálkozzon fénye. Hanem azt mondta, hogy a hús készítés folyamata alatt, de hát Gábor ezt majd sokkal jobban tudja elmondani, belekerülhetnek olyan vegyipari dolgok, és nem azt mondom, hogy vegyszerek, de olyan dolgok, ami nem a hússal alapjában van baj, hanem a húshoz hozzáadott ipari kémiai készítményekkel, amik azt a célt szolgálják, hogy szebb színű legyen az, amit te a pultban látsz, hogy ne fehéredjen be a hús, hanem megtartsa a vörös színét. És hát ugye egy csomó olyan dolog kerül bele, ami nem biztos, hogy kellene a szervezetednek. Nem a hússal van a baj, hanem okay, a húshoz hozzáadott Gábor, nem rengeteg vegyipari termék. Csak Gábor most nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy a füstölt kolbász például ide tartozik. Nem, a füstölt kolbászban elárulom neked, hogy semmi nincs, mint jó minőségű sertéshús, a négyféle fűszer és a füstölés. Abban nincs jó, semmi olyan Gábor tartósító, egy felkészült pali, hát... amiről te beszél. Igen, hagyjuk, csak a füstölés maga. Na mondjad, Gábor. Lehet, hogy félértettél. Egy éves nemzetközi tudományos vita után hozta meg a döntését a WHO rákutató részlege az új besorolásokkal kapcsolatban. Tehát ezt nem hétfőről kedre megálmodták. Ez egy, tehát rengeteg szakember, professzor egymással való kommunikáció, beszélgetése, vitája hozta meg. És ugye itt ez nem azt jelenti, hogy most volt húslobbi, meg nem húslobbi, hanem itt független szakemberek beszélgettek egymással. És mit mondtak ők, hogy mi a káros a füstölésben?
Azt mondták, hogy a vörös húsok fogyasztása eddig sem volt mindennapi szinten javasolt a hasnyálmirigy és a prostata rákhoz való kapcsolata miatt. Tehát most azt mondom, hogy ez most olyan szempontból nem egy teljesen merőben új hír, mert az, hogy a vörös húsok, főleg a füstölt húsok és a rákbetegség között van kapcsolat, megmondom őszintén, ezt érjektől fogva olvasom és hallom külföldi hazai szakirodalmak egyikében, másikában, de aki minden nap fogyaszt, ez a lényeg, 50-100 gram, tehát 5-10 dekagram füstölt hús, szalonnát, kolbászt. Kérdés, hány szelet kolbász számít 50 gramnak? Ezt fel lehet mérni, 50 gram kolbász, ez azért egy viszonylag mérhető egység. Szalonnát, kolbászt, mert azért valaki este nekiül, ugye egy rút kolbásznak, akkor, vagy egy szál kolbásznak, hogy nevezik ezt? És ugye ott simán 500 kérdezte cinikusan Gábor. Na jó, de azért nagyobb, több száz nagyobb. Éve esszük ezt. Hát akkor a WHO jelentése után tulajdonképpen a Kárpát-medencében már ki kellett volna, hogy halljunk. Hát azért ez a magyar társadalom, az a füstölt kolbász, a füstölt sonka, a húsvét, a disznóvágás, hát azért hosszú-hosszú ideje hozzátartozik. Mondjuk a rák kialakulása, mert azért ott genetika is közrejátszik. Hát nyilván nagyon-nagyon sok minden. Nyilván nagyon-nagyon sok minden. Az érdekesség az, hogy évekig azt kommunikálták, hogy a rákbetegségekben az étrend igazán nagy szerepet nem játszik. Évekig ezt hallottuk, legalábbis a nagy nemzetközi szervezeteknél sokáig. Aztán jött az, hogy de mégiscsak, és most jön ez a jelentés, egyébként Balázs, a gondolatodra reagálva, antioxidáns. Egyetemen a professzor azt mondja, hogy a kedves kollégák lesznek szívesek a füstölt termékek mellé savanyított káposztát enni. Uh-huh. Ezzel le van zárva a szakmában ez a kérdés. Ugye a C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin köti le, és a szelén köti le azokat a gyököket, amiket a füstölt kolbászból, szalonnából veszünk fel. De hogyha valaki ma eszik hozzá egy kis darabka hagymát, vagy egy paprikát, abban alig-alig van valami. Ugye, de ott vannak a színes paprikák, a kápia, a vitamin, stb. Tehát hiányzik a C-vitamin, hiányzik az E és az A-vitamin és a szelén, ugye hazánkban főleg, amivel a gyököket le lehetne fogni. És valljuk meg, egy hentesnél nincsen kiírva, hogy csak akkor vásárolhat, ugye itt füstölt kolbászt mellé, legalább 10 dekagram. Hát akkor könnyen meglehetse már. Ez meg a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett érve. Ez csak két dolog. A WHO nem saját kutatást végzett, hanem összesített nemzeti kutatásokat osztott meg velünk. Nem azért van egy kategóriában az aszbesztel a kolbászt, mert hogy ugyanannyira rákkeltő, hanem a bizonyossága a rákkeltésre azonos, de ettől az aszbeszt, a hús meg a cigi más mértéket képviselnek. Oké, okay, csak ne szajkózzuk. Nem jó, gyerekek, mert ez butaság, amit mondunk. Hogy ha dohányzol, vagy ha kolbászt teszel, ugyanúgy meghalsz rákban. Ez nem igaz. De hát azért a WHO se ezt mondta. De hogy a, nem, hát hogy Gábor nagyobb lehet a kockázata a vastagbéráknak és a prostataráknak. Nem azt mondta, hogy kolbászt teszel, megdög lesz azt rákban. Mondta, hogy hát a Gábor is most azt mondta, hogy a kolbász ugyanolyan veszélyes, mint a dohányzás, vagy az aszbeszt. Nem csak abba a kategóriába került. Abba a kategóriába került, azért ez nem ugyanaz. A jelentés azt állítja, idézem, hogy napi 50 g feldolgozott hús, gondolatjel, kevesebb, mint 2 szelet szalonna, gondolatjel bezárva, 18%-kal növelte a vastagbélek kockázatát. Oké, okay. Nézzünk egy-két olyan vegyipari dolgot, ami hozzákerült. Tehát most tényleg a füstölt kolbász azért ez egy jó dolog. Itt senki nem azt mondja, hogy ne együk. De azért azt tudjuk, hogy amikor a feldolgozott húsipari termékek a hentes pultra kerülnek, egy hiperbe kerülnek, rengeteg minden van hozzáadva, amit te adsz a gyerekednek, hogy ne romoljon meg, hogy mivel tartósítják, hogy mivel tartják életben például a színét, hát ezek vegyipari termékek, azért erről beszélhetünk, hogy a sonka egyébként fehér színű lenne, hozzáadnak valamit, gyönyörű rózsaszín lesz, adod a gyereknek, igen, azt mondod, sonkát eszik, nincs baja. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy kolbász megfüstölöd és nem adsz hozzá semmit, szerintem tényleg azzal van a legkevesebb baj. De rengeteg minden kerül hozzá, igen, azért. A kész húsáruhoz, amit ha megnézel, hogy mi van tényleg, csak egy ilyen lefóliázott sonkában elolvasod, hát E-betűk tömkelege. Igen, ezzel tökéletesen egyet is értem. Szóval azért erről is kell beszélni, mert itt nyilván ez is veszélyes lehet, sőt az igazi veszély szerintem inkább ez is, nem egy jó házi készítésű füstölt kolbász. Még egy dologra visszatérnék, az általad és a WHO által szajkózott 18%-ra, mert erről például most mindenki azt gondolja, hogy magát a rákosodás esélyét 18%-kal növeli meg. Akkor elárulom nektek, hogy ez a 18% nem abszolút mérték, hanem van egy 5%-os alap, és erre jön rá. Tehát ha én füstölt kolbász
kolbászt eszem, akkor az 5% helyett, ha nem dohányzom, ha mozgok és nem iszom alkoholt, 5% esélyem van rákosnak lenni. Ha ehhez füstött kolbászt eszem, akkor 6,5%-ra megy föl az 5%. Nem megy föl az 5-18-23%-ra. Jó, de tehát, te most egy kicsit leragadtál a füstött kolbásznál. Nem, azért mert... nem csak, tehát nem csak jó, egy, jó, jó. Tipo, egy nem, típusú nem, hús termék van, nem a füstött kolbásznál ragadtam le, hanem egy olyan felmérésnél, amit most az ország egy bizonyos része szajkóz, és rosszul szajkózza. De szerintem, aki eddig eszi, abban az pedig, után is fogja. Abban meg igazad van, hogy nem akarok leragadni, hogy a mindenféle, és a Gábort, én ezért kedvelem, hogy ő mindig elmondja azokat a dolgokat, hogyha egy csomó E-vel megtűzdelt kaját eszel, ha tartósított eszel, az rossz lesz. Igen. Ez nincs, csak itt a nemzetileg mentünk rá egy olyan dologra, hogy jó, kicsit abban is biztos, hogy hát a fél kenckor rágyújt az basszus. Ezt ne felejtsétek el, hogy ezért van az egész. Hát csak rágyújt az a rohadt életben, és nem kell kopasznak lennem. Na, de hogy beszéljen Gábor, csak egy-két dolgot mondjál tényleg, hogy már sokszor beszéltünk erről, de nem már. Mert azért a régiek, ha már régieknél tartunk, ugye ott egyrészt ugye tetemes mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt fogyasztottak, másrészt azért a földeken, javítsatok ki, hanem így volt, a földeken fogyasztották ezeket. Nyilván volt, aki este is nekiáll, de az nem volt egészséges. És a földeken, amikor elfogyasztották ezeket a füstölt cuccokat, kenyérrel, hagymával, egyebekkel, utána nekiálltak még egész estig kapálni. Tehát aki ilyesmit fogyaszt, azt mondom, hogy akkor hasonlóképpen valami fajta edzés, sportot végezzen, mert el fog égni. Ha elég a vérben, a keringésben ez a termék, akkor nem fog lerakódni, nem fog bajt okozni. A vastagbél betegség oka emellett a rosthiány. Ha egy füstölt hústermék mellé nem viszek be rostokat, akkor besül. Úgy nevezek, hogy besül, tehát székrekedést okoz, és a vastagbélben órákkal többet tartózkodik. Tehát nem mindig csak önmagában ez a probléma, hanem mellette, hogyha emelnénk a rostbevitel, gyümölcs, zöldség, párolt zöldség, diófélék, és a teljes kiörlésű gabonák. Uh-huh. Tehát például, ha valaki netán fogyaszt szalonnát, kolbászt, és mellé kitűnő jó rozscipót, vagy teljes sörlés kenyeret fogyaszt, egészen más a hatása a bélben egyébként. Tehát itt a fehér kenyér kérdés is valami, mert antioxidáns felmerül, és valaki hazamegy este, tök stresszes, a bélrendszere már szinte alig él, meg a hasnyálmirigye, és este nekiáll egy ilyen terméknek, az is máshogy hat. Mint a régiek, ugye frissen ügyén kimentek, dolgoztak. Igen, hát ezért érdekes, hogy a régiek is ezt tették, ezt 90 évig éltek. Ledolgozták, ugye konkrét fizikai munkát végeztek, rengeteg szénhidrátot, zsírt, cukrot égettek el azzal, nem irodai munkát végeztek, földeken dolgoztak, tehát te is mondasz, hogy más volt 100 évvel ezelőtt. De a Feri sem kapál napi 12 órát. Tehát őt... Én egész más csinálok, Gábor. De én nem eszem... De Gábor, az a baj, hogy én nem eszem, tehát, hogy én nem eszem meg egy szál kolbászt önmagában. De minden nap nem szalonnál. Érted? Tehát, hogy nálam van zöldség. Bármilyen hihetetlen, érted? De most nem csak rólad beszélünk, Feri, vonatkoztass már el magadtól. Hát nem csak rólad és a te fogyasztásaidról beszélünk, hanem egy országról, és arról, hogy az ember hazamegy tízkor, és neki áll kolbászt enni. Ne vegyél már mindent magadra. Nem vesz rólad szól. Most nekem szól. Hidd el, hogy nekünk... Szól neked? De mi van, paranoiás? Nem vagyok, nekünk az utolsó mondat nagyon, nagyon fontos, szól. Feri, a te vastagbeled, de most itt mindenki vastagbeléről beszél. Irgalmatlan jó a vastagbeled. Nem arról szól, hogy Rákóczi Feri betérdel a hűtőn, ez kolbászzabál este 10-kor, hanem a nagy magyar átlag 8-kor hazamegy, és tényleg azért, mert neked gyerekkorodban nem cseresznyét akasztottak a füleidre, hanem kolbászt, meg egy sonkát. Mit adnak a párizsihez, mit adnak a sonkához? Egy-két, csak egy-két terméket, egy-két vegyipari dolog. Mondj nekünk, nitrites pácsó, mit tudom, mert annyira dermesztő dolog van, mitől lesz szebb színe, hát azért ezek tényleg vegyipari termékek. Jó, csak föl kell, hogy ébrednem, a Feri mondta, hogy ő a magyar átlag, és ezt még emésztenem kell. Biztos, hogy ez így van. Jó. Én akarok lenni a magyar átlag, érted? Én akarok a magyar kolbász evők szája lenni. Végül is most már nem dohányzol, úgyhogy ez a lehetőség adott lesz. Oké. Nyilván a húsnak vannak előnyei és vannak hátrányai. A Balázs kérdésére visszatérve. Igen, vannak gyors érlelésű, gyors füstölésű, na, túl nitritezett, túl nitrátozott termékek, ahol kifejezetten magasabb a kockázat. De azért ez a jelentés, ez nem alapvetően önmagában csak az ipar, hanem itt másról is szól, tény és való, hogy a szakma fölemeli a szavát, és a húsipar is pláne a rossz minőségű hústermékek ellen. Ez tény. Vannak jó minőségűek, vannak rossz minőségűek, a rosszabb, gyengébb, silányabbak, gluténfehérje, módosított keményítő, különböző egyéb állományjavítók, ugye túlsózzák, a nemes penészeknek idő kell, hát rettentő sok idő kell, mire a nemes penész azt a téli szalámi aromát kialakítja a termék felületén. Én megőrülök, amikor azt látom, hogy tehát egy sonkán, de van nemes füstaroma. Van nemes penész aroma is. Füstaromát adnak hozzá. Hm?
Tehát nem, nincs idő megfüstölni, nem füst aromát adnak hozzá. Megnyektálják, magasabban nedvesség tartom, gyorsabban romlik, nemespenész aromák vannak, tehát hogy úgy tűnjön a termékben, termékből, hogy ez fantasztikus, sokáig érlelték, ehhez idő kellene. Tehát én megértem, amit Feri mond, hogy vannak a kiemelkedő prémium kategóriás termékek, azért valljuk meg, Magyarországon egy kis nyugdíjas, most így fogalmazom a közhely, mit fog venni? Prémium kategóriás téli szalámit, vagy pedig egyszerű, gyors élelésű termék. Persze, gyerekek, hát vannak a vidéki emberek, akik megtermelik maguknak, akik jót csinálnak, jót állítanak elő, és azt teszik meg. De azért van egy nagy átlag, aki bemegy hiperbe, bemegy közértbe, megveszi a párizsit, megveszi az előre szeletelt lefóliázott sonkát. És ők vannak többen. El se olvassa, és ők vannak többen. Tehát én róluk beszélek, és őket védem. Tehát aki magának megtermeli, megeszi, felfüstöli, hát milyen szerencsés helyzetben lennénk, ha mindenki így fogyaszthatna a húst, hogy tudom, hogy én neveltem, megfüstöltem, tudom, hogy mivel etettem, megeszem, tök jó. Tehát a nagy átlag azért az bemegy valahova, és megveszi. Nem? És az a bajom, Balázs, hogy ha valakinek mondom, hogy egyen paprikát, jaj, nem bírja az epém. Egyen hagymát, jaj, nem bírja az aranyára. De érdekes, a füstölt kolbászt az bírja. Ez nép vagyunk. Meg nem eszek babot, meg káposztát, meg jön az epém. Tehát oké, de akkor mi a helyzet a többivel? Igen. Hát majd Feri reggelenként oda készít a kis füstölt áru mellé egy jó nagy doboz aszkorbinsavat, azt mindenki kanalaszt nyomogatjátok. Egy kicsit, érted? Én mindig hozok zöldséget van. Is a tessék. Tök jó. De, de miért adnak a rántott sajt mellé áfonya lekvárt? De se véletlen, hogy már azért jó íze van. Azt én sem értem. Abszolút nem. Miért nem szilva lekvárt adnak? Az áfonya az egyetlen szint a gyümölcsök közül, amelyik a sajt emésztését, a rántott sajt emésztését. Lehet ebben azért egy olyan tudatos lobby is a WHO-tól? Ezt csak itt teljesen naivan kérdezem, hogy azt mondja, hogy azért a hús az baromi drága. 2050-re mondjuk etetnünk kell nekünk 8-9 milliárd embert. Jó lenne, ha kicsit megijesztenénk őket, kérdezem én teljesen ártatlanul, ha kicsit elvennénk a kedvüket a húsfogyasztástól, és ha azt akarjuk, hogy 2050-ben még azért legyen mit enni, akkor átszoktatjuk őket gyorsan. A növénytermesztése, a növénytermelése, a zabra, a búzára, mert mégiscsak valahogy egy picit azért meg kell őket ijeszteni, ha mondjuk 2050-ben életben akarunk maradni. Én nem akarok mindig összeesküvés elméletekkel jönni. Mondjuk ez egy olyan összeesküvés elmélet, aminek azért van pozitív kicsengése, hogy is, mert azért valljuk be őszintén, 7 milliárd embert etetni húskészítményekből picit nehezebb feladat, mint mondjuk ugyanezeket az embereket etetni. Csak hogy előjön a WHO egy ilyen, hogy hoppá gyerekek, kicsit ijesszük meg őket, hát ha kevesebb hús fogyasztotok, hát ha több zöldséget, nem tudom, mit esztek, és könnyebb lesz majd benneteket, mint tudom, 2050-ben etetni. Tehát ez túlmutat pusztán a tudományos részeken, abszolút. Én két irányt látok, az egyik a növényi táplálkozás erősítése, amit mondtál Balázs, abszolút. A másik pedig a baromfi, csirke, pulyka, hal fogyasztás erősítése világszerte. Ugye ez is a baromfi tenyésztő lobby, mondhatjuk így, erősödik, hogy a sertéshús helyébe, füstölt pácolt sertéshús helyébe inkább a halat, ugye a halról egyre többet beszélnek. Itt is felmerülnek kérdések, ugye a broiler csirkék, a gyors, ugye a testépítő csirkék, amelyek csak izomra íznak, és néhány hét alatt elérik a vágósúcs, stb. De van egy ilyen lobby tevékenység, tehát nyilván ez a cikk túlmutat saját körein is, és nyilván szerintem érezhetjük, hogy a WHO mögött is lehetnek olyan befolyások, amelyek erősítik, hogy a soványabb húsok, a zsírszegény táplálkozás, mert a füstölt húsban sokkal só is. Ki adja, mi van mögötte, miért mondja, mi az érdek, milyen lobby, sajnos ennél ez már egy összetette, profitorientált a világ, mint hogy azt mondjuk, hogy ó, hát akkor most elhisszük, és úgy, de jó. Ráadásul Magyarország is, nem akarok politizálni, de Magyarország is támadható ezen keresztül. Tehát hazánk itt ott kihúzta a gyufát, ahogy látom az elmúlt években, és gyakorlatilag a sertés ágazat Magyarországon élen jár, és egy ilyen cikkel ugye egy országban abszolút lehet ártani. És akkor gondolok, hogy a WHO-nál, srácok, és itt van ez a Biogabi, itt van ez a Morning Show, dűrögnek az előadás, hogy jön, megy az országba. Nem, én csak azt akarom mondani, hogyha valami olyat hall az ember, hogy nem biztos, hogy egészséges, amit te csinálsz, vagy nem biztos, hogy jó, vagy nem feltétlenül jó, vagy egyél egy kicsit kevesebbet, azt nem kell mindig egyből személyes támadásnak, a sorsod, az életed ellenvet, nem tudom, háborúnak titulálni, és azt mondani, hogy már pedig én ezt teszem egészséges, aki mást mond, levágom a fejét, mert én eszem kolbászt. Tehát meg lehet hallgatni, lehet azt gondolni, hogy van benne igazság, lehet egy kicsit csökkenteni, vagy talán elgondolkozni rajta. Tehát én értem azt is, amit a Feri mond, és tök jó, hogy megvédés, meg is kell védeni, és 100-200 éves esztetük, és nincs ezzel baj, de ez nem a személyetek, az életviteletek, a habitusotok ellen való össznépi támadás és invázió, hogy le a kolbásszal 5 év múlva már nem fogtok enni, annyit tesztek, amennyit akartok. Tehát ez a ti dolgotok, csak beszéljünk róla, az ember tudja, aztán döntsön arról, hogy ugyanannyit teszik-e, kicsit kevesebbet, vagy egy picit változtat. Érted, Feri? Én mindent értek, csak itt még egyszer mondom. Biztos, mondom.
baj, hogy te nem érted. Tehát, hogy az a probléma, hogy egy olyan jelentést, amiben ilyen szavak vannak, hogy vélhetőleg okoz rá. Hát a szakmában mindig ezt használják. Hát nem, nem mondhatja, hogy egyértelműen rá. Hát baromi nehéz is bizonyítani. Tehát egy ilyennek ülünk föl, plusz Gábor, aki az értője a szakmájának, a 18%-ot így kajálta be. Holott nem, a 18% nem, nem ez erről szól. Felé nincs igazad, mert ez a félhetőleg azért van benne, mert két különböző embernél nem ugyanaz a kockázati tényező működik, mert genetikailag nem egyformák. Az egyik ember élete végig dohányozhat, semmi nem történik, másik meg 20 évig cigizik, aztán tüdőrák. Soha nem fogjuk tudni bebizonyítani, hogy az E-számok miatt van egyébként ennyi rákos beteg, mert nem jön oda rák, és mondja azt, hogy én azért lettem beteg, mert a koktélhatás miatt annyi elzabáltál és annyi tartósítószer, hogy bizony megbetegedett a vastag belem, a vékony belem, a végbelem, nem tudom. De mégis azt mondhatjuk, hogy vélhetőleg nem egészséges, ha olyan a termékeket teszel le a gyerek asztalára, ami tele van E-betűvel, tele van mesterséges színezékkel. Nem is senki, nem ezt mondta. Nem tudjuk kimondani soha, hogy egyértelműen. Plusz az a mondat, hogy a cigi, meg a füstölt hús egy kategória, és akkor az most mindenki meg fog ugyanúgy halni. Szóval mindannyian meghalunk, mindannyian meghalunk, gyerekek. Ilyet nem mondjunk már. Két dolog köt össze bennünket, ezt már a Dalai Láma is megmondta. Mindannyian boldogok akarunk lenni, és mindannyian meghalunk. Ez a két dolog, ami összeköti az emberiséget, minden másban különbözőek vagyunk. És a harmadik a Szulejmán nézése. És a csöcsök. És a csöcsök. Így van, mert vagy van csöcsöt, vagy akarsz csöcsöt. Bocsánat, kicsit visszatérnék a témához. Ne haragudjál, hogy parancsolj. Azért nem mindegy, hogy ki hogy élje az időskorát, valljuk meg. Ugye, Karinti után szabadon nem az a gyilkos, aki az életet elveszi, hanem aki az életminőséget rontja. És a régi emberek jóvénységben, így írja az Ószövetség, jóvénységben az élettel betelve elaludtak. Valljuk meg, így meghalni azért irigylésre méltó. Van, aki pedig fájdalmak között hal meg mai világban, tehát más-más halál és halál között a különbség. Boldogan, nyugodtan, egészségben egyszer elaludni, ugye ezt kívánjuk magunknak hát is, és családunknak. És egészen más 35 évesen cukorbetegként élni, és mit tudom én, már lassan az ember megvakul, stb. Tehát más világ van. Szeretnék egy dolgot még hozzátenni, a cikk arról szól, hogy aki minden nap, jó, ez fontos, minden nap fogyaszt 50-100 gram szalonnafélét, sonka, stb. Egyetek meghozzá egy kiló paprikát. Egyébként tényleg. Oké, Gábor, szerintem elmondtuk, mindenki dönt belátásra. Legyenek szerint mentes napok, így van, köszönöm. Így van. Kell erről beszélni, aztán mindenki tényleg úgy él, ahogy akar. Mit reggeliztél? Most húzod ki végleg a gyufát? Gyömbéres köleskása volt a reggel. Aj, de finom! Egy kis mogyoróval, datójával, almával, egy kis birsalmát reszeltem rá. Most látom a hegesztőpisztolya esztergagép mellett. Aha, a csávok, igen. azok konkrétan meg akarnak minket ölni, és be akarják szántani a pénzvel. De itt a birsalma fontos volt, és azt ajánlom, hogy egy kis reszelt birsalmával meg lehet, hogy a pekti miatt. A pekti, ja, a pekti, te szeretlek, pekti. És még rá is teszel egy lapáttal, imádom, hogy ilyen bátor vagy. Gábor, csokoltatunk, két hét múlva folytatjuk. Köszönöm, jó? Borzoljuk a kedélyeket. Mindenki köszönöm. Nyugodjon le, mindenki azt teszik, amit akar, nem akarunk tőletek elvenni semmit. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.